Menni, enni. Mikor érünk már oda? Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere a Cartago Tours, a sikeres vakáció szakértője. Szervusztok, ismét úton vagyunk, hárman a stúdióban, vendégem Lehocki Márta, a Cartago Tours projektmenedzsere. Szervusz, Márta! Hello, Sanyi! És Bunkóczi László, fogalmam sincs, hogy mit mondjak rád, Laci. Most ebben a beszélgetésben milyen minőségben ülsz itt? Szervusz, szia, Sanyi, én azt gondolom, hogy én utazó vagyok. Én egy egyszerű utazó vagyok, aki az utazásnak elég sok formáját kipróbáltam az életemben, és nagyjából szívesen mesélek arról, hogy én hogy utazom. Azért fontos, hogy megmondjuk azt, hogy mikor beszélgetünk, mondjuk legyen február eleje, mert egy olyan témát boncolgatunk, aminek az a lényege és az értelme, hogy a télből a nyárba. Én azt gondolom, hogy kevés ember van a világon, aki egyébként nem szeretne egyszer a télből elmenni a nyárba, és amikor a Márta bejött ide a rádióba, ahol hárman találkoztunk, ránk nézett a Lacira és érem, és azt mondta, milyen pofátlanul barnák vagytok. Tehát nekünk még konkrét élményünk is van az, hogy mi legyen a télből a nyárba. De Márta, te mint utazási szakértő, mennyire érzed azt, hogy az embereknek ez egy alapvágya, hogy elmenjenek a melegbe? Nagyon. Főleg most, hogy Omán bekerült az úti célok közé. Cartago Toursnak korábban nem volt télből a nyárba úti célja. Lehetett menni Egyiptomban, nyilván Egyiptomban is szépen süt a nap, meleg van, de az az igazi, tehát amikor ezt az igazi kánikulát akarod érezni, az most Ománnal felkerült az ajánlatok közé. És Ománnak van egy olyan nagyon nagy előnye, hogy 7 óra közvetlen charter, 7 óra felülsz a repülőgépre Budapesten, és 7 óra alatt ott vagy. Ezt egy úti cél sem tudta Magyarországról, hogy átszállás nélkül, bonyodalmak nélkül felszállsz a gépre, leszállsz, és hófehér tengerpart, kristálytiszta víz, nagyon jó meleg, nem csak ilyen kis langyos, meg nagyon-nagyon jó kánikula meleg, és nézek rád és mesélek, miközben egyébként mindketten ott voltunk a sajtóúton novemberben, Ománban, úgyhogy neked is vannak saját élményeid, és Laci, te is voltál, de nem velünk, hanem korábban. Te milyen időszakban voltál Ománban? Hát nagyon érdekes, én 2005-ben jártam először Ománba, amikor még Omán... Azt se tudtad, hogy van. Nem nagyon tudta senki, hogy Omán van. És én nem a tengerparti részen jártam, az ománi hegyekben jártam, és ez még abban az időben volt, amikor ennek a régiónak a turizmusa még kimerült abban, hogy elmentél Dubájba, vagy valaki el tudott menni Dubájba, és én átkerültem valójában valamilyen, már nem is emlékszem, hogy valami verseny kapcsán Ománba, és arra emlékszem, hogy akkor kezdték el óriási kamionokkal sziklákat szállítani Dubájba. Mert hogy akkor elkezdték tervezni a pálmot, és akkor ez úgy működött, hogy elhordtak Ománból egy hegyet. Egy kamion, egy kő. És ami még döbbenet volt benne, nem kellett rögzíteni ezeket a köveket, mert ezek akkorák voltak. Ezeket tehát úgy rárakták, és ez úgy ott volt. Akkor még viszonylag kevésen arab országban jártam, de az egészen feltűnő volt, hogy ahogy átmentél, akkor még óriási különbség volt mondjuk Dubáj és Omán között, holott ugyanúgy az Emirátusnak most is megvan ez a különbség. Én most nem voltam veletek ezen a sajtóúton, de hogy akkor elképesztő különbség volt. Tehát akkor még Omán egy ilyen igazi vadbirodalom volt, ahol az emberek még tevével jártak, meg még kint laktak a sivatagban, és még szerintem egy rezortjuk sem volt talán. Igen, ugye, amikor mi kint voltunk a Mártival ezen a sajtóúton, akkor ott a helyi turisztikai szakértők azért használták azt a kitételt, hogy Omán most olyan, mint körülbelül 15 évvel ezelőtt volt Dubáj. De viszont lenni. Soha nem akarnak Dubáj lenni, és ez egy nagyon-nagyon szimpatikus elképzelés. Terveiket elmondták egyébként a következő 5-10 évre, tehát nem akarnak irgalmatlan felhőkarcolókat, nagy tömegeket, meg akar lenni Omán azzal a szellőségével, ami egyébként nagyon-nagyon csábító az, hogy az ember elmegy egy olyan arab országba, ahol biztonságban érzi magát, jó a hőmérséklet, jó a víz hőmérséklete, és ilyen emberléptékű, emberközeli állapotok uralkodnak. Márti, azról nektek van tudomásotok, hogy az utazóknak mondjuk hány százaléka preferálja a téli utat a nyárival szemben? Mert azt gondolnám én, hogy nyáron azért sokkal többen utaznak. Nálunk most indult egy ilyen igazi télből a nyárba úti cél először, ezért az összehasonlítás picit sántítani fog az előző évvel, mert bármikor, bárhova tud velünk utazni, velünk a Cartagóval utas, hogyha bejön, és azt mondja, hogy ő szeretne elmenni Maldívra, szeretne elmenni Dubajba, bárhová. Nyilván tehát egy utazási iroda, egy utazás szervező ezt megszervezi neki, de ez a fajta konkrét adott charterre felszállok, minden ott van az idegenvezető, aki fogja a kezem, hogyha valami baj van, megoldják, stb.
ez a fajta klasszikus utazási irodai ajánlat, ez most először van télből a nyárba úti céllal, és ezért majd, amikor jövőre itt beszélgetünk, akkor fogunk tudni már olyat mondani, hogy mit látunk, hogy az idei szezonhoz, tehát ez a 23-24-es télhez képest majd a 24-25-ös hogy alakul. Hogy van ez, hogy én például télen síelni szoktam menni? A síelés az mennyire versenytársa egy ilyen, vagy az emberek beosztják ezt ma már, hogy akkor vagy egyszer elmegyek síelni, vagy egyszer elmegyek valahova nyaralni télen, mert azért ma már az egyik se annyira olcsó, mint régen volt, mert a síelés se úgy működik, hogy kimegyünk Zakopanéba két napra, aztán hajrá. Én azt gondolom, teljesen más a funkciója. Egyrészt azért, mert a síelés sokkal könnyebben elérjük Magyarországról is. Igaz, hogy nem Magyarországon, itt hon is lehet síelni, de azért elsősorban ugye minden szám azt mutatja Ausztria, aztán utána Szlovákia, sőt most a szerbek is megjelentek a sípályáikkal, és ez közel van. Oda ki lehet ugrani egy hétvégére, oda ki lehet ugrani 3-4 napra, akkor, amikor én azt tervezem, hogy a télből elmegyek a nyárba, na ott egy nagyobb levegőt kell vennem. Igen, de a síelés is irgalmatlan drága lett. Az biztos, hogy a síelés. Tehát, hogy szerintem az ma már egy döntési helyzet, hogy az ember síelni megy, vagy nyaralni megy. Szerintem ma egy átlagos család valószínűleg eldönti, hogy vagy síelni megy, vagy télen megy nyaralni. Vannak nekem konkrét számaim, Ausztriában most egy napi jegy az 70 euró. Ha egy négy tagú család kimegy, és ott mondjuk a gyerekek is már tininek számítanak, igen, elkezdte számítani. Tehát már majdnem elmentem be Rómába. Így van, pontosan. Hogy mi lett drágább egyébként? A síelés lett drágább, vagy elmenni a télből a nyárba? A síelés mindenképpen drágább lett. Mégpedig azért, mert ugye az osztrákok különösképpen, de mások is azzal magyarázzák azt az bődületes áremelést, mert az volt, hogy az energiaárak, a fűtés, a hűtés, a felvonóknak az üzemeltetése, az mind olyan addicionális költség, amit egyébként ők nem akarnak lenyelni, hanem azt áthárítják a vendégekre. És akkor, amikor 4-5 évvel ezelőtt 35 euró volt egy napi jegy, most pedig 70, akkor ezek pontosan mind szépen beépülnek, hova? Az én zsebembe, meg a mi zsebünkbe. Ugyanakkor én azt gondolom, de Márti ezt meg tudja erősíteni, hogy ilyen mértékű kirándulást a télből a nyárba, akármelyik távoli desztinációba, én nem éreztem. Sőt, ha csak ezt nézed, hogy térből a nyárba elutazza, akkor ez konkrétan olcsóbb lett ezzel, hogy most van egy charter, egy közvetlen lehetőség. Ha konkrét úti célokat hasonlítanánk össze, hogy mondjuk Tájföldre, vagy valamelyik Karib-szigetre mennyibe került eljutni, akkor a repülőjegyek ugyanúgy energiaválság, stb. Megdrágulása miatt azok is drágábbak lettek. Tehát ez egyértelmű. Viszont ha csak azt nézed, hogy el szeretnék jutni most, vagy el szerettem volna jutni 3-4 éve, mondjuk Covid előtt, 19-ben egy térből a nyárba utazásra, akkor most jobban is kijöhetsz, mert egyszerűen összehasonlítod ezt, hogy charter, közvetlenül benne van az árban, egész csomagot veszel, összehasonlítod ezt a csomagárat, akkor most mindenképp jobban tudsz kijönni ugyanabban a kategóriában ezzel, hogy lettek ilyen közvetlen lehetőségek. Kis színes, képzeljétek el, hogy most Mauritániában jártam, és megjelent ott egy ember egy trabanttal, egy magyar ember egy trabanttal a Mauritán sivatagnak a bal felső sarkában. Tudod, miért ment olyan messzire? Mert keverék benzinnel akart tankolni, és nem talált olyan kutat Magyarországról. Ezt mondta, hogy hát most ő már azt hiszem, 2 hónapja utazott az ember, 800 euróval indult el. Azt mondja nekem, hogy ez a trabant, ez azért jó, mert volt neki egy előző trabantja, de azt eladta valahol Marokkóba a helyi turisztikai hivatalnak 1400 euróért, és akkor hazament az 1400 euróért, vett hiszem 600 euróért egy másik trabantot, a 800 eurójához hozzátett még 200-at, és most megint itt van. Az egy másik életforma, amikor valaki csak úgy fölkerekedik és elmegy a nagyvilágba, aztán gondoskodik a saját maga élelmezéséről, meg ellátásáról, mert valóban bemegy segíteni, szenet pakolni, teheneket legeltetni. Az igen, de most elsősorban azokról beszélgetünk, akik szervezett úton mennek el a télből a nyárba, és én azt érzem, hogy egyre többen szerencsére meg tudják maguknak engedni ezt az egész dolgot, pontosan annak a kapcsán is, amit mondtál, Márti, hogy olyan horribilis mértékben nem növekedtek meg ezek a bekerülési költségek. Van egyébként annak valami hatása, hogy Omán az egy ismeretlen hely? Van. Amikor valakinek elmondom, hogy Ománban voltam, akkor úgy látom, hogy a szemöldök úgy fölugrik. Mert még nem hallott róla, kiesett az egész eddigi ismeretekből, és akkor most itt eszembe jutott az a kérdés, amit fel akartam tenni, Márti. Nektek alapvetően utazás szervezőknek mennyire fontos azt figyelembe venni, hogy kell keresni valami mást? Mert én azt gondolom, hogy Omán ebben a pillanatban azért került reflektorfénybe, mert valamit kellett mást keresni, mert a többit már úgy legyalogoltuk. Már voltunk ott. Már voltunk, legyalogoltuk. Mindenképp kell keresni mindig újakat. Tehát most olyan újdonságot hozunk most is, ami a magyar piacon még senkinek nem volt.
és amit egyáltalán nem ismernek, úgyhogy majd azt is így meg kell mutatni a magyaroknak, hogy Ománt is meg kellett mutatni, és ennek megvan nyilván a maga bevezetési időszaka, megvan az, hogy elmentünk sajtóútra, megnéztük, sajtó mesél róla, influencerek mesélnek róla. Egyre többen kimennek az első járatokkal, mert kíváncsiak ők, a bevállalósabbak, és hazajönnek, elmondják a barátaiknak az élményeiket, tehát most már több olyan ember jön be, és érdeklődik, aki azt mondja, hogy a szomszédom volt. Így van. Tehát ez önmagát eladja. Hány új desztináció lehet még? Hol nem voltunk még? Hát Afrika azért elég nagy ország még. Én ugye most Dél-Afrikából jöttem haza pár nappal ezelőtt, azért még az egy varázs, igen. Hány éve vagy minden évben Afrikában? Hát, minden évben talán nem, de 20 éve voltam először. Hát igen. De nem mennék. Tehát, hogy én jártam magánemberként is. Nem mondanám, hogy mérhetlenül vágynék mondjuk egy szenegáli nyaralásra. Például Mexikót kivéve talán ugye úgy nem tudom azt, hogy az emberek mennének-e télből a nyárba. Dél-Amerikába. Persze. Tudtok? Karib-világ, illetőleg Mexikó, az ugye különösen most, hogy elindultak ezek az óriási utasszállító hajók, ugye most az Icon indult el az útjára. Az, hogy Tájföldre, az, hogy Zanzibárra megyünk már évek óta, az is benne van a levegőben. Omán most egy újdonság volt, egy novum volt. Dubáj persze, hát ott vannak egymás mellett, csak más dolog miatt megyünk Dubájba, és más dolog miatt megyünk Ománba. Nem tudom, hogy hol lehetnek még. Hát Fülöp-szigetek, Indonézia, Ez az is azért már ismertebb. Az Ázsia, Balira nagyon sokan mennek. Amúgy Dél-Amerikára visszatérve, egy ország, ez biztos, hogy mindenkinek rögtön eszébe jut, mint nyaraló desztináció, azért ott is, tehát Brazília. Nekem nem jutott eszembe. Nem jutott eszembe. Én Chiliről hallottam azt, ezelőtt 10 évvel már, hogy Chile a világ milliárdosainak azon üdülőhelye, ahol azt tudják megcsinálni, hogy reggel fölébrednek, beülnek a helikopterbe, fölviszik őket a chilei hegyekbe síelni, ott síelnek, megeszik az ebédet, visszaülnek a repülő vagy a helikopterbe, lemennek, és a beachen ott fürödnek a 26-27 fokos tengerben. Irgalmatlan hideg a tenger, ezt csak így mondom. Igen. Azt a csendes és az Atlanti óceán az elég. Én jártam mind a két, az egész kontinensen valójában, és szilvesztereztem Mar del Platába, például Argentinában, és egy állati nagy élmény volt, de nem jutna eszembe oda. Nem, a Costa Ricánál én megállok. Tágulnak a határaink borzasztóan, ugye a repülők egyre több helyre elvisznek, és tényleg nagyon kíváncsiak arra, hogy most akkor van ez Omán. Mi lesz jövőre? Nem árulom el, pedig már tudjuk. Nagyon más típusú, mint Omán, tehát nem ez a klasszikusan nagyon klassz hófehér homokos tengerpart, és lenn akarsz lenni egész nap tényleg az óceánparton, és delfineket nézni, és hasonlók. Van tengerpart, de nagyon sok minden mást is tud. Viszont szerintem az, hogy milyen új desztinációk kerülnek be, milyen új úti célokban gondolkodunk, az nagyon sokszor függ attól is, hogy változik a világpolitikai, gazdasági helyzete, folyamatai, hol lehet az, ahova most például nem megyünk, mert éppen konfliktus van, különben pedig benne van az emberek fejébe, hogy oda nagyon szívesen mennek. Mindig fognak szerintem újabb és újabb, vagy visszatérő helyekbe kerülni. Erre mondják azt, hogy képes vagy-e kilépni a komfortzónádból, vagy nem vagy képes kilépni a komfortzónádból? Ez habitus kérdése, mint ahogy te is, Márti, azt mondtad, hogy ez valami fajta önismeretre szükség van ahhoz, hogy elmenjünk utazni. És azt gondolom, hogyha egyébként egy picit, ha kiválasztottuk az úti célt, és egy picit úgy előtte beleolvasunk Wikipédián, bárhol, hogy hova megyünk, mit csinálunk, az már nagyon-nagyon sokat tud lendíteni ahhoz, hogy ne legyünk minden nap idegesek, türelmetlenek, és egy picit föl tudjuk venni azt a vonalat, vagy azt a ritmust, amit ők élnek. Igen, csak elmegyünk Ománba veletek, és bezártok minket egy, jó értelembe véve, egy ilyen rezortba, ahol minden kényelmünk megvan, akkor ugye nyilván azért egy lusta, kényelmes ember az nem biztos, hogy kimegy, és azt gondolom, hogy az a jó, hogyha ti megtanítjátok az átlagos utast arra is, hogy menjen el, hogy lépjen ki abból a komfortzónából, ahova beteszi magát. Te kényelmes lusta utas vagy, ahogy mondtad, akkor bezárod magad, így akartad mondani. Igen, így pontosan. Mi véletlenül sem fogunk senkit bezárni, tehát nyugodtan elindulhat magát. Csomóan bérelnek most autót például Ománban, de aki nem akar autót bérelni, annak ott van az a lehetőség, hogy fakultatív kirándulásokra kiválaszt, hogy mi érdekli, elmegy. De ha valaki csak pihenni akar, és nekem például most ősszel Egyiptomban volt az első ilyen élményem egész életemben, hogy eldöntöttem, hogy nem megyek sehova. Csak a hotel,
lesz az, ahova az az úti célom, és ilyen szempontból nagyon-nagyon beszűkült is lehetne ez a hozzáállás, mert hogy nem érdekel, hogy hol vagyok, akkor minek mentem, bárhova mehettem volna, de ez most szándékosan ilyen volt, mert soha nem bírtam ki korábban, hogy ó, akkor itt egy látványosság, ide elmenni, oda elmenni, és ezt is nagyon lehetett élvezni. Ez szerintem egyébként nem szabad soha cikizni azt, aki akkor éppen, lehet, hogy máskor meg a napi 20 kilométert gyalogol, és felfedezi az összes környező helyet, de akkor éppen pihenni akar csak, és semmi más is kihasználni azokat azt az infrastruktúrát, amit egy ilyen hihetetlen rezort, mint ahol Ománban voltunk, ami három hotelnek az összessége, mindenféle felszereltséggel, többek között akvaparkkal, ami egyébként majd a következő témánk, az pont a gyerekekkel utazás lesz, hogy az nagyon, nagyon szempont lehet valakinek, hogy ott van rögtön egy akvapark. Ha valaki ezt akarja kielvezni, tegye, csak érezze jól magát. Aki meg szeretné kipróbálni, hogy milyen a tevehús, hajrá, számoljon vele, hogyha nem olyan a gyomra, akkor annak csúnya vége lehet. Vagy ha nem tudja valamihez hasonlítani, de még mondjuk itthon már evett. De Ománban kitűnő az orvosi ellátás. Egyébként, tehát ez az egzotikus, nem az exotikus, köszönjük az szépen. Exotikus helyek köszönjük közül szépen. Egyébként. Nem, csomószor felmerül az emberekben, hogy elmegyek egy exotikus helyre, akkor holtan hoznak haza, mert olyan az orvosi ellátás színvonala. Ománban azért azt láttuk, hogy ez egy nagyon-nagyon modern ország, ettől nem kell félni. Egyébként voltatok ilyen ománi kórházban? Hál' Istennek nem, de utána néztünk. De amikor ti csináltok egy ilyen utat, akkor ti megnézitek például azt, hogy például van-e kórház? Vagy van-e olyan, nyilván megnézitek, de hogy nézitek meg, hogy elmentek meg? Nem, személyesen nem megyünk és nem nézzük meg, viszont vannak ugye kinti partnereink, tehát a kinti partnerek, akik szervezik különböző utakat, pontosan helyismerettel rendelkeznek, tehát ezekben rájuk hagyatkozunk. Amúgy pedig jellemzően, és itt egyébként visszakanyarodok oda, hogy milyen új úti célok, hogy döntél egy iroda, hogy döntél egy utazás szervező, hogy milyen új úti célok, azért nekünk a háttér az ilyen szempontból az, hogy egy Der Touristik, egy német utazási csoport áll mögöttünk, és beletartozunk egy közép-európai régióba, amelynek, hogy mondják ezt, headquartert magyarul, közép-európai... Értékesítési központ. Igen, köszönöm. Az Prágában van, és onnan azért már jó pár éve folyamatosan ment az Omán is. Tehát csehek azok már... Cseheknél már két éve járnak három éve. Igen. Cseheknél már bevált úti cél volt, románoknál is elindították ott is. Tehát nem volt olyan nagyon meglepő, hogy a magyarok is imádni fogják, hiszen nagyon sok mindenben különbözünk a környező országoktól, szeretjük is hangoztatni, de azért rengeteg olyan dolog van, amiben hasonlítunk. Az utazás az pont olyan, hogy milyen helyekre szeretünk utazni, hogyan szeretünk utazni. Van egy kulturális hagyománya is itt a régióban azért. És a csehpiac az tényleg fényévekre van a magyartól. Ennek szintén vannak ilyen történelmi okai, mint hogy Magyarországon azért az utazási irodákban több korábbi csőd miatt hiába lettek közben vagyoni biztosíték, stb., ami tényleg megnyugtathatja az utazót, az egy csomó ember elpártolt, meg az, hogy nálunk a fapadosok nagyon-nagyon nagy teret hódítottak, és teljesen hétköznapi lett az, hogy fapadossal megyek, magamnak szervezek mindent. Viszont egyszer farag rá az ember arra, hogy törlik egy járatát, vagy törlik egy szállását, miközben megvan a repjegye, és már nem talál az adott helyen, vagy csak többszörösért talál szállást, akkor rájön arra, amit ebben sokkal előrébb tart, például a cseh piac, a lengyel is, a szlovák is, hogy ott azért utazási irodákra támaszkodnak pont azért, mert ott van az a biztosíték, hogy csomagot veszel, és hogyha valami bedől, valahova nem tudsz menni, mert a járatodat törölték, mert a szállással lett valami, akkor ez nem a te problémád, hogy megszervezés nincs anyagi hátrányod belőle, hogy tényleg el tudj utazni, és ugyanúgy meglegyen minden. Ezt a témát viszont akkor most itt lezárjuk, mert a műsoridő is véges. A következő alkalommal, ha már felvetetted, akkor a gyerekkel való utazás lesz, amit majd ki fogunk vesézni. Nagyon vágyom már rá, mert nekem egészen speciális elképzeléseim vannak a gyerekkel való utazásról, mert én voltam az első, aki tapsikoltam már akkor, amikor az első felnőtt barát szállodát megnyitották. Mert mindenkinek megjár a pihenés joga. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Lehoczki Márta, a Kartagó Utazási Iroda projektmenedzsere és Bunkóczi Lászlóval beszélgettünk. Folyt köv! Köszönjük szépen, sziasztok!